harmadik Bajnokok Ligája találkozójára készül a Tigrace Tefegernői vízilabda csapata. Az ellenfél idegenben a Ferencváros lesz, amelyel idén már negyedik alkalommal találkoznak. Az eddigi három találkozóból kettőt az Eger, egyet a Fradi nyert meg. A szombati meccsen viszont nem játszik Parks Rebeka és Bódi Fruzsina sem. A Ferencváros mérkőzés az most belekerült ilyen edzőmérkőzés kategóriájába, hiszen a csoportba eldőlnek a kérdések pillanatokon belül. Ugye a rendhagyó versenykiírás alapján a spanyol csapat fog bekerülni a négybe, a másik három csapat azon birkozik, hogy ki a második, harmadik, negyedik. A Fradi elleni meccsel egy nehéz sorozatot kezd az Egri gárda, hiszen idén még a Dunai várossal, az Újpesttel és a Mataróval is csatát vívnak a lányok. Ezeken dr. Sike József szerint belefér a vereség is. Két meccsünk van még az OB1-ből, most ha mi ezt a két mérkőzést elveszítjük, akkor sincs probléma, mert áttolódik két meccs márciusra, és én abba bízom, hogy márciusig azok a fiatalok is, akik tavaly még 9. helyért birkoztak a ifjúságiba, fejlődnek annyit 6 hónap alatt, hogy egyre többet játszanak, és ugye egészségessé válik az egész csapatunk. Az egri lányok a két legutóbbi bajnoki fordulóban felemásan szerepeltek, hiszen 9-8-ra kikaptak Szegeden, majd 15-8-ra győztek Győrben. A vezető edző szerint ezzel eltűnt a plusz 3 pont, amit a Ferencváros elleni győzelemmel szereztek. Kifejtette, megszakadt az a sorozat is, hogy mögöttük lévő csapattól nem szenvednek vereséget, de ezen túl kell lépniük.